Belépni ebbe a terembe felér egy időutazással. A szovjet idők berepít vissza bennünket, amikor Lettországot még Moszkvából irányították. Mindez Oleg Vinogradové, aki Lettországban született, de orosz nemzetiségű. Pont mint az ország lakosságának egynegyede. Oleg így emlékezik vissza 1991-re, amikor Lettország kilépett a Szovjetunióból. Mindannyian függetlenséget akartunk, mikor elmentünk a népszavazásra. Nem voltunk megosztottak, akár lett állampolgár voltál, akár nem. Ez volt az első, de egyben az utolsó alkalom is, hogy mindannyian egyetértettünk. Már a Lettország egyértelműen Európához tartozik, uniós és NATO tagállam. De Oleg szerint ezt a nyugati értékrendet az itt élő oroszok egy része nem osztja. Az egyik oldalon ott a szabadság és a demokrácia, a másikon viszont a megosztás. Lépésről lépésre. Először betiltották az orosz nyelvű oktatást. Mindennek lett nyelven kell lennie. Aztán jött a megosztott politika is. Nincs egység. Sokan egyetértenének ezzel itt, Daugavpilsben. A legtöbben csak oroszul beszélnek és oroszbarát helyi politikusokra szavaznak. Az ukránai háború kitörése pedig csak még jobban felszínre hozta az ellentéteket. Egyesek úgy érzik, a rigai vezetés az Ukrajnával való szolidaritást az orosz kisebbség elnyomására használja. Szépen. Ha az itteni emberek azt mondják, hogy nem elégedettek a politikai vezetéssel és szeretik az orosz elnököt, akkor megelőző és administratív intézkedésekre kerül sor. Az orosz invázió támogatása például hivatalosan is bűncselekmény lett. A Kreml befolyásának visszaszorítására még az orosz állami televíziót is lekapcsolták. Ez diszkrimináció. Azt akarom nézni, amit akarok. Miért kell a lett csatornákat néznem? Lettország orosz ellenes politikája kapóra jön Vladimir Putyin orosz elnöknek, aki azt hangoztatja, hogy a külföldön élő orosz nemzetiségűeket meg kell védeni. Ezzel magyarázta Ukrajna lerohanását is. Ha ilyen politikát folytatnak azokkal az emberekkel szemben, akik abban az országban akartak élni, ott dolgoztak, valami jót alkottak ennek az országnak, és ilyen disznó módon bántak velük, akkor ők maguk is ugyanilyen disznó elbánást fognak kapni az országukon belül. Inna Plavoka újságíróként dolgozik Daguav Spielsben. Szerinte Putyin lett országnak szánt üzenetét komolyan kellene venni. Látjuk, hogy Putyin és propagandistái mivel magyarázzák Ukrajna megszállását, az oroszok diszkriminálásával, bántásával, azzal, hogy nem beszélhetnek oroszul. Putyin legközelebb azt is mondhatja, hogy mentsük meg a lett országi oroszokat, de kérem, ne minket. Én látom a jeleit annak, hogy Putyin terveiben vagyunk, és ez megrémít. Ezek komoly dolgok, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. A lett egyelőre nem találta meg a visszautat ahhoz az egységhez, amely az itt élőket a rendszerváltáskor jellemezte. Kérdés, hogy meg fogja-e még találni valaha.